pásztorcsalád Balsán ezen kártyázta el a vagyonát. Az egész család Kálmán házára jött, mivel nem maradt semmiük, csak ez egy asztal, ehhez meg ragaszkodott a bácsi. Nagy Tamás, a kálmánházi helytörténeti gyűjtemény vezetője avatta be a tárgyak titkaiba az érteklődőket a frissen átadott tájház egyik szobájában. Az ünnepséget az eső ellenére is nagy érteklődés övezte, mivel maga a gyűjtemény is a helyi civilek felajánlásainak köszönhető. Évek során próbáltunk gyűjteni a társammal, Kis Jánossal a különböző régiségeket, tárgyakat, eszközöket, ami a kálmánházi emberek életét, gazdaságát, tevékenységét, mesterségét mutatja. Nagy Tamás, akinek immár a 8. helytörténeti könyve jelent meg, évek óta dolgozik együtt Kis János helyi gyűjtő kollégájával, aki gyerekkora óta rajong a régiségekért. 2014-től kaptunk helyiséget, de nekem otthon gyerekkoromban is voltak már régi dolgaim, meg én a Nyíregyházi Józsandás Múzeumnak egy lelkes támogatója vagyok, és úgy mivel én erőgépeken dolgoztam, markolókon dolgoztam, szántottam, rengeteg cserepet szedtem össze, és 52 lelőhelyet büszkélkedhetek, és 4 temetőt találtam. A gyűjtemény hűen mutatja be a régi emberek háztartását, szabadidő tevékenységeik legkedvesebb tárgyait, illetve a munkavégzéshez szükséges eszközöket. Én csak gratulálni tudok, mert a lakosság is támogatta őket, tehát a kálmánháziak büszkék településükre. Egy nagy tanyavilágból, bokortanyákból jött létre, Bogárházától Kálmánházáig, van egy ilyen című könyv is, és nagyon szorgalmas, gazdálkodó emberek laktak itt, megteremtették a saját életüket, egy módosabb életet is, nagyon kemény munkával, és ezek a tárgyak azt jelentik, hogy hogyan éltek, ezeket a hagyományokat meg kell őrizni, és tovább kell adni a mai fiatal generációknak. A tájházat jelenleg az önkormányzat működteti, a helytörténészek pedig szívesen fogadják a hétvégi napokon mindazon érdeklődőket, akik alaposabb betekintésre vágynak Kálmánháza történetébe.